És ugye véletlen, itt hagytuk abba. Már az időmérőben javában benne vagyunk. Setupban reménykedem, hogy be van töltve. És akkor megyünk ki a pályára 30 FPS-sel. Jaj, de szeretem ezt. Kemény keverik kell, ahogy illik. És akkor a futamot azt külön fogom majd felvenni. És nagy valószínűséggel hétfőn kerül az majd leadásra. Ezt beszéltem meg magamban utoljára. Időmérőben meg a cél a Q3-ba jutás, ugye? 10. vagy annál jobb helye elérése, de úgy érzem, hogy ez megint csúfos pole pozíció lesz. Reménykedem, hogy az előttem lévőt nem fogom utolérni, mert akkor az elrontja a körömet. Nem tudom, hogy most ez ilyen normális időmérő legyen. Vagy ilyen rövidre fogott. Mert igazából futhatnék 3 államkört, aztán vége lehetne a résznek 8 perc után is. Szia, Webber! De hát úgy nem lenne olyan. Poén. Hogy is volt az előbb, hogyha legalább egy 30-as kört futok, az már jó lesz. Ja, itt van Maldonado. Nem? Ez egy Jakobayashi. Fehér hátsó szárny megtévesztett. Meg akartam is mondani, hogy ott van Maldonado, akkor miért nem sárga a képe. Azt hiszem a sárga a csapattárs, ugye bal lent. Jó, így ezt elrontottam. Első vezető szárnyakkal nagyon jó barátok vagyunk. Tudom, hogy csak vizuális törés van, de hát így illik. Itt hogy fordul az autó? Na. Ezen még fogok csodálkozni mind a 20 verseny hétvége során. És már megyünk is vissza. És ezt a quick car setupot ezt egyébként utálom, mert most már azt hiszem milyen park fermé szabály van. Itt még nem, de hogy itt miért nem lehet belenyúlni a quick car setupba? Multiplayerben van ilyen idegesítő parkfelemi szabály, azt hiszem, hogy most hát volt, mert ugye amikor játszottunk, akkor az alapjátéka játszottunk, nem ilyen patchelt, tehát volt benne egy olyan bug, lehet, hogy még most is van, hogy egyszer bármelyik részen benyomtál egy beállítást, tehát tehát csak időmérő volt, de az időmérő akármelyik részén lehet, hogyha benyomtál egy saját setupot, akkor az úgy új maradt végig. Benyomtál egy ilyen előre beállított kis csúszkás dolgot, az a quick car setup volt, akkor az úgy maradt végig. Aztán az elég idegesítő volt.
mert azt megértem, hogy ha én látom, hogy esni fog az eső, akkor benyomok egy esős setupot, de hogyha az időmérő tizedik, vagy első percében, tehát ugye visszafele számolva az a, még amikor 10 perc van hátra, tehát még az első percében beállítom az esős, és rosszul mondom, mondjuk a száraz setupot időmérőre, akkor megfutom a jókört, és utána átállítom esős setupra. Tehát ez nem így működik. Ja, egyébként sárga a csapattárs. Hogy a park fermé szabály az mikortól érvényes? Ez itt a kérdés. Ó, Maldonado egy kilőtt. De la Hoza. Szaladt be a boxba, mi? Nem kell mixárom. Ezek már kicsit elálmosodni, úgyhogy ez most már mindenféleképpen már az utolsó lesz. Hopp! Ennyi. Hamar nyomtam már azt a DRS-t. Ezt viszont már be fogom fejezni. Már egyszerűen alig bírom nyitva tartani a szememet, úgyhogy már az első szabad edzésen. Az első szabad edzés? Jó, késő van. Azt hiszem, hogy az első szabad edzésen vagyok. Szóval a... Már a második részben felrúgom a saját szabályaimat. Forma 1 2010-ben még 3 szabad edzés van, nem? Nem emlékszem arra, hogy ilyen egy szabad edzéses formátum lenne. 11. hely, hoppá. Szia, Maldonado! Rosberg és Grosjean nem azért jó közeli időket autókáztunk. Egy másodperc, amint arra csúnya lesz. Én voltam. Jó. Bőven jó lesz, ugrok is majd mindjárt a Q2-re. Egyébként igen, levezető körön vagyok, tehát már
Nem is nyomom annyira nagyon neki. Ez meg kanyar levágás volt. És megint Hamilton a második. Az Button volt szerintem, hopp, egy Ferrari. Szerintem Alonso volt. És jön ki mindenki az utolsó percekre. Javítások! Jaj, de sisztel! Complete. Na, azt akarom nézni, hogy... Aha. Ezeket a... csávókat a túloldalra megelémálni már lusták voltak a fejlesztők. Úgyhogy csak, hogy maguktól beteleportálódnak. Majd maguktól betolódnak tulajdonképpen. Ezt meg gyorsan lepörgetem. Fürdök. Jó Bálint. Jó Bálint, addig eldöntöm. Jaj, ezt nyertem. Assassin's Creed 1. Ennyit el. Ez úgy kellett bele. Igen, ugrunk tovább. Ez az, mutasd meg újra a pályát, Q2. Sok minden változott, vagy meg kell nézni még egyszer. Mondd el megint a célomat, hát ha elfelejtettem. Setup az be van töltve. Kemény keverék, az maradhat. Azért volt ilyen nagy hatásszünet, mert igazából ásítottam egy majdnem hangosat. Go to track. Drive out. Tire up. Na, most látom milyen. Jó ez a kivezető animáció, hogy már a kormány még el van fordulva, de az autó már egyenesen megy. Azt akartam mondani, hogy mennyire... Várjál, akkor kezdjük az elejéről. Szóval... Ha angol lennék, akkor azt mondtam volna, hogy that was so glitchy. Tehát, hogy vannak ilyen glitchek a játékban, de a magyarban hogy nem terjedt már ez a szó? Tehát mindenki azt mondja, hogy bagos. Bagos a játék. Az, hogy glitches, az úgy... Az úgy nem terjedt el egyszerűen. Pedig az inkább ilyen glitch, mint bug, tehát... Ezt legalábbis szerintem, de... Mert nem terjedt el ez a glitch, mert az, hogy... Uda glitches volt, azért jó hangzik, nem? Nem baj, új célom az életben, hogy a glitches szót elterjesszem. Ez olyan glitches. Ez olyan... Fura, meghökkentően... Nem odaillő dolog, a glitches. Kicsit említ a glitches, de az inkább glitches. Aztat pedig ott előle kéne előznöm, mert fel fog tartani a mért körömen. Direszte vagy. Hülkenberg.
Hopp. Hidegek a gumik. Ajjajjaj. Most pedig már koszosak is. Jaj, tartsatok fel mindannyian. Köszi szépen. Azért van tömörülés. Nagyobb a tömörülés, mint a Q1-be, pedig már kevesebben vannak. Direzte. Az igen, négy kerékkel csúszok. Aranyos. Pedig már nem tűnnek hidegnek a gumik. Simálom, hogy végre bele lehet nyúlni a váltóba. 2011-ben vagy automata volt, vagy teljesen manuális. Itt a kerekben bele lehet nyúlni. Miért nem fordul az autó? Szoros lesz. Hát 7 tized, az már szorosnak mondható. Hopp. Hopp. Jaj. Ebből új kör lesz. Ebben meg DRS nyom, de elenged. Direzte. Milyen rég szólhattam meg, ugye? Hoppá, hopp! Minusz egy kamera. De milyen jó hangja volt, ilyen pukk. Meg volt egy kis orvakarás is. Belecsempészve a műsorba. Én azt vettem észre, hogy a mikrofonomnak kicsit nagy az alapzaja. Lehet újra megpróbálom már áttérni a régi mikrofonnak a kis izéjét. Hú, mi az? Szivacs, az. A mikrofonján annak volt egy szivacsa, jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy annak úgy alapjáltalán rossz volt a minősége, és rosszabb volt, mint ezé. De megnézem majd, hogy mit se... mit? Ez a mit segít és a mit javítnak a közös gyereke, mit javít. Egy másodperc. Egy másodpercet kaptam saját magamtól. Gyorsan közbelépünk. Ezért 1.31 alá be kéne menni. Így nem fogok, úgy érzem. Ez
De a benzinem meg az már szinte kifogy, és ezzel nem fogok javítani, úgy érzem. Nem. Úgyhogy most tök feleslegesen voltam kint. Nem baj, legalább egy kicsit szoros a Q2, de jó lesz. Hiányzott az izgalom a műsorból. Ezt azért kint hagyom. Kíváncsi vagyok, hogy a nulla lapot el tudom érni. Egyébként nem értem, hogy magyar felirat miért nincs a játékba. Azért 2012-ben jött ki ez a játék. Azért nem tudom, sok munka nem lett volna vele ezeket átírni. Teljes bal felső rész maradhatott volna. Teljes jobb felső rész maradhatott volna. Az L betű helyre bekerülhetett volna egy körfelirat, a best helyre pedig egy legjobb. TV kamera az, hogy visszateleportáltad oda, megint nem tetszett. És a teljes jobb oldal szinte maradhatott volna, mert ott aztán sok mindent nem kellett volna átírni. Főleg itt. Semmit, azon kívül, hogy box, és mennyi az? 8 szót átírni. Ja nem, bocs, mert a legutolsó az egy szám. Scriptelt animáció, indul! Nulla laps. Hát ezért nélkül is tudok gurulni, meg kerszel hajtom magam. Ó, és körbe tudok nézni, ó, és nem. Véve egy alkalom, hogy szabadon körbenézzem az autómat. Már úgy, hogy nem versenyzek éppen, de nem szabad. Scriptelt animáció jön, nem szabad szétnézni. Javítások, nem, itt nincsenek javítások. Ja, csak kifogytam benzinből. Tekerjünk. Álljunk meg. Tekerjünk. Ó, de váratlan volt, már megint nyertünk, de rossz. Ó, Maldonado is továbbított. Kik estek ki? Rozan, Massa, Hamilton, Webber. Az úgy, hogy Artur teljes mértékben várható volt. Két Zauber meg bejutott. Az aranyos. Ezek valamit nagyon elronthatnak. És most csak azért is. Végül ez a 10. helyen vagy előrébb. Nem is érdekli a játékot, hogy már benn vagyok a Q3-ba és ez automatikusan teljesült. Ez külön feladat lett volna megprogramozni, most már csak azért is lágykeverékkel fogok menni. Hát... kezdhetjük is. Ha egy 30-as kört megyek, boldog vagyok, azt várok. Bezzeg, most kell mindenkinek kijönnie már legelején. Aha. Aha, megmutatja, hogy mehetek. Aztán tényleg majdnem mehetek. Kicsit ezt is lusták voltak már. Megprogramozva, nem tudom, ez honnan jött nekik, hogy... Fiúk, tegyük oda azt a srácot, és akkor majd ő mutatni fogja, hogy akkor mikor jöhet ki a pilóta, mert ez a valóságban is így van. Aha. De mondjuk tegyük azt is bele, hogy 3 másodperc egy helyben állás után fáradjon el, és mondja azt, hogy kijöhetek. Hát a főnök és amíg jönnek autók, nem baj, akkor is legyen így. És így történt. De tényleg szó szerint olyan volt, mintha 3 másodpercig tartotta volna, hogy még ne jöjjek, majd aztán így... Váratlan fordulat, gyere! Igaz, még jön ott autó, de gyere! Majd bevágsz eléjük, nem érdekel. Te is ember vagy. Ha ők jönnek, te is jöhetsz. Na és most már nem fogok itt. Jaj! Ne így. Mikor egy kézzel csinálok mindent. Most már nem fogok itt szarozni. Nem szeretek káromkodni így műsorokban, csak azért beszélek így. Szóval itt egyben vagyom a Mix 3-at, aztán
egy mérkőt szeretnék úgy igazából futni. Hosszú lesz már az a rész, úgy érzem. Jaj. És ha ilyen nagy kitérőket teszek, akkor még hosszabb lesz. Jajjaj. Lehet, hogy nem kellett volna még a DRS, nem baj, sokat ezzel azért nem rontottam. Azaz, csúszunk négy kerékkel. Mély. Ez a kör kuka. Sporulunk egy kicsikét. Három kör, mondjuk az már elég lesz, nem baj. Nagyon csendes leszek, mert nagyon koncentrálós fázisban vagyok most. Remélem azért megértetek. Remélem Jensen Button is meg fog érteni. Nem, ez egy kicsit rám húzta. Oh, igen. Kicsit besokaltam. Sok volt már az inger. Na, itt mi lesz? Hú, Raikkonen! Köszönöm. Aj, buta ellenfelek. Visszavágnak. Tudtam, hogy mély lesz, tudtam, hogy mély lesz. És rossz kör lesz. Ajjaj. És villámgyorsan sietni kell a boxba, mert elhasználtam az összes benzinemet. Aztán újra meg kell tankolni. És még egy kört futnom kell, nincs mese. Hogy legyen benne pont ez az akció, hogy csak 8. helyről indulok. Nem tudom, nem is rossz. Nem is rossz ötlet. Lehet, hogy ez a 8. hely, az inkább olyan akciódúsabb lesz majd. És akkor nem lesz annyira irreális, hogy mindig első helyről indulok. És megnyerem rajtszélgyűl az győzelemmel a futamot. Hogyha a játék elmenti ezt a 8. helyemet, és a menübe át tudom állítani legendás szintre. Az ellenfelek erősségét, és akkor egy 8. helyem lesz. Meg hozzá egy világklasszis szinten, mert ezt fogom megpróbálni a futamra összehozni. Three minutes to go.
Mondjuk itt most akkor megint meghazudtoljuk a valóságot. A valóságban mit csinál ilyenkor a pilóta? Betolják a boxba, megtankolják, kijön és fut egy gyorsabb kört. Erre én mit csinálok? Srácok, nagyon kell pisilni. Nem tudom, nem szeretek az autóban csinálni. Srácok, engedjetek ki. Gyorsan ki kell mennem. Jó, vége van. Hát akkor 8. hely. Ez lesz majd. Javítások nincsenek. Kell végig pörgetem az időt. Na most legalább a kopasz csávon nem figyel annyira. Most ott van inkább az a Ryan Higa-szerű ázsiai, aki nem tudom, mit néz, tehát hogy így a csapaton belül úgy érzem, hogy így nekem dolgozik kicsit, de ott van a másik Ryan Higa, az ugyanaz az ember. Nézzétek meg a haját, meg a én vagyok Ryan Higa. Nem, én vagyok Ryan Higa. De én tudok gombokat nyomkodni és szétnézni az egész terembe. Én pedig tudok egyenesen állni, mintha Észak-Koreában lennék. Nézzétek meg! Karba teszem a kezeimet. Na most mit csináljak? Önképp karba teszem a kezeimet. Nem ízlik az ebéd. Mondtam, hogy ne rántott húst adjanak megint. Ezért most morci vagyok. Mi ez a szag? Tibi, ezt a botán. Na ez már túlságosan rossz lesz, és hát túl egy challenge, ez mi az Isten? Nyúj! Megvertem. Eddig olyan 50%-dal. Vagy nem, arra az 50% az 5/10. Akkor 50 000-eddel. Az 50 000-ed, az lesz. Na hát elbeszéltük az időt, már ki is tudok menni. Én kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor ki tudnék-e menni. Flying lap-pel. Ez így milyen jó már. Van 40 másodperc, nem fel sem tudnék már érni, de lehet, hogy ki tudnék menni még egy repülő rajta, de nem akarom most ezt megpróbálni, mert most tényleg nem akarok kört vinni. Meg a gumikat sem erőltetjük tovább. Inkább ezt így felpörgetjük. És 9. lettem, ahogy látom. Nem, 8. lettem. Nem volt úgy reális igazából. Alonso pole pozíció, Vettel, Button, Rosberg, az is úgy mégis reális tud lenni. Akkor nyomok egy continue-t, akkor átob engem a futamra. Juhú, szexi animáció. Azaz, ott van Ryan Higa, most is tök molc, ezt inkább felsöpör utánam. Egyébként tök vicces, hogy ugyanez az animáció van akkor is, amikor megcsinálod a Young Drivers Test Date, vagy mi az istent, amikor megcsinálod a tutoriát, mikor azt akkor se értettem, hogy ott minek örülted, hogy így véget ért a 2 napos tesztnapon, végre mehetek haza, ez az, és ugyanígy örült, meg tapsoltak. Tehát nem az, hogy megnyert egy futamot, vagy teljesítette a kitűzött célokat, hanem hogy hát így megtanultam autót vezetni, azt vége van a tesztnapnak. És az az, örülünk, Na szóval. Éppként most látom, hogy milyen jó, beleválasztottam ebbe a sisakba, teljesen... Arra, igen, még mindig ott, ne? Teljesen passzolna, ugye az autóhoz, meg a ruhákhoz. Na hát akkor... most nyomok itt egyet, hogy... Quit to main menu. És akkor remélhetőleg nem azzal a képernyővel fog várni, hogy 24. lettem és diszkvalifikáltak. 1%-nál járok? És hát még... Nem vagyok 2-es szintű, ugye? Jó hosszú lett ez a rész. Ezek ugyanazok a hírek. Nagyon király. Semmi új e-mail. És a go to session-re nyomok, akkor valószínűleg a futamra fog dobni, legalábbis így lenne a futamra dobnia. Ha pedig oda dob, akkor vége is lesz ennek az epizódnak. És a következő nap, vagyis holnap fogunk találkozni. És igen, a versenyre dobott, ez jó. Legalább 6. helyet kell elérnem. Akkor ezt majd holnap. Car setup, focus.options.focus go to track. Check. Track.
tires.fuel.strategy. Hát ez... Jó. Nem tudom, én valahogy megdizájnoltam volna, de ponttal kellene azokat, ponttal kell ilyen azokat elválasztani. Jaj, még nagyon gyorsan megnézek, hogy ez ott 15 körös lesz, jó. Hát akkor ugrunk vissza a főmenübe. És akkor ennyi lett volna ez a rész. Jó, hosszú lett azért. Köszönöm, hogy megnéztétek. Holnap futam. És... Kópasz pedig hétközben lesz valószínűleg. Most látom, ilyen szépen ott villaghátul az a kis autó. Jó néz ki. Úgyhogy akkor ennyi lettem volna mára. Sziasztok! Take a trip to my house.